Na, szavaztok, ez itt a Green Light, ez pedig egy kis fasz a kis Vampire, The Masquerade Pakli bontogató kis videó lesz megint. Na nézzük, ezt lejjebb veszem a hangot, és utána kezdhetjük is. Egyébként kitaláltam még azt így szabad napomon, hogy így kedvet kaptam egy kis pakli építgetésre is. Így, hogy így megjött az új, majd fél évvel ezelőtt megjelent kártyacsomag, de hát Magyarországra minden később jut el. Bár ez egy másik téma, építgetek egy szerszámos láda Ventrút, meg egy ilyen jó fasza ribancokból álló Torreador paklit. Ez majd később, majd lesz ilyen pakli tesztelős videó megint. És azokban majd bemutatom. Tehát egy volt már pakli építős live még ezelőtt, 3 évvel ezelőtt. De az most az esélykamomnak megkarcolódott így az objektíve, tehát így ezt a fejkamerás verziót már sajnos nem tudom lehozni. Meg hát azóta, hogy a videózás minősége is javult, mert azt hiszem csak 30 fps-be tudott fölvenni, meg egy picit sötétebb volt a felvétel minősége. Igazság szerint már ennél lejjebb nem adnám ennek a kamerának a minőségénél. Maximum tényleg a webkamera, hogyha úgy adódik, de ez most ez gyakorlatilag úgy lesz majd megcsinálva, hogyha kész lesz a pakli, akkor lesz egy ilyen paklibontóshoz hasonló dolog. Úgyhogy lesz még egy pár Vampire téma a csatornán. Ha esetleg valaki nem ért, vagy nem érdekli a Vampire The Masquerade lore-ja, annak idáig volt érdekes ez a videó, és továbbiakban, tehát néhány videón keresztül csak ez lesz. Persze, hogy majd, hogyha lesz még egy-kettő ilyen játékvideót, el szoktam így, mostanában rászoktam, ugye törött kezem végett így a retro játékoknak a streamelésére, mert ezt jobban meg tudom fogni így a kontrollert, így négy ujjal elbohóckodok a másik épp kezemmel, meg nyomom a tűzgombot, bár abban is kőkeményen megy a sutázás, az úgy. Na nézzük akkor. Ez én laptopon így megy így a Doom csatorna. Meg Tomcat nyomja ez így Jagged Alliance. Na nézzük, nem is ez a lényeg. Szoktam így, szeretem így a retro témákat is. Akkor nézzük meg ezt a fasz a kis paklit, a múltkor most egy kicsikét másabb szemszögből mondjuk, ez itt a fény, a kurva anyádat, bazd meg. Na várja. Igen, a sutázás level 100. Az asztalnak mindig le van szakadva az alja, tehát ez ilyen lófasz, bazd meg. Úgyhogy ez vagy egy erős átépítésre kerül sor majd így januárba, ha leveszik ezt a szart a kezemről, hogy múltkor próbáltam úgy csavarozgatni, de annak ezért nagyon ezért kegyetlen vége lett. Tehát így végre föltettem, én a tamot beraktam a számítógépasztal alá, rátettem így a bútorlapot, igen ám, csak nem volt eléggé hosszú csavarom, mert gyakorlatilag ki kellett tiktatnom ezt a sír részt. Ezéről lefúrtam így onnan a sineket, mert eléggé szét van már baszódva. El van deformált, pontosabban a posztdorja szétnyílt. És akkor így meg kellett csinálgatni, hogy stabil, tehát nyitott állapotban lesz, és majd úgy lesz felfúrva. Igen ám, de rövid is volt, meg a csavar is, tehát egy hosszabb bútorlapot kell, tehát oda kell majd válgatnom egy új bútorlapot. Meg ezzel ezért majd megcsiszoltam, de majd kezdeni kell. Majd szerintem így egybe csiszolom az élfóliával, és így átfestem az egész lófaszt. De hát már megint nem arról beszélek, amiről kéne, nézzük a paklit. Ez is Anark kiadás, úgy látom. De van ebből egy Kamarilla kiadás is, találtam. Azt majd lehet, hogy január vagy februárban lerendelem majd így a megfelelő helyről, onnan szoktam. Azt most nem mondogatom el, lesz benne néhány lap ismétlődik. Ezt most így nem akarom így ezért, tehát így nem tudom így áttúrni így a kezem véget sajnos. Így fogni sem nagyon tudok rendesen, így hát megint majd így laponként megvágva fogom bemutatni a témát. Dario Ziegler, Anarch,
nem teszem fölé, mert akkor így elkezd árnyékolni az objektív, hogy most ilyen ferdített pózba fogjuk látni a lapokat. A NARC mesterfokú fortitude, és aminek örülök, van neki taumaturgiája. Amit most már ez a kiadás valamiért Bloodsuckerinek, vagy Bloodsuckerer, vagy valami ilyesminek átnevezett, én nem tudom. Ezt nem vágom, nekem azt se tetszik, hogy kicserélték a klán szimbólumokat, de az is lehet, hogy ez most már egy teljesen más kártyajáték, hiszen a logót azt láthatjuk, hogy a régi, de viszont a hátsó logót azt nem cserélték le. Tehát, hogyha nagyon újítani szerettek volna, akkor hát nem is tudok erre mit mondani, de akkor vagy az összes logót cseréljék át erre, vagy meghagyhatták volna ezt az eredeti logót itt. Ez egy picit ebből a szemszögből egy csöppet rehány munka, de hát ez van. Hanna. Hát ez valami svéd karakter, svéd vagy skandináv, vagy inkább finn. Így a neve alapján, hát alapstandard disziplína, tehát protean fortitude és animalism alapfokon. Szerintem a megfestés az nagyon faszolett, nekem nagyon tetszik. Nos, őt láthatjuk a borítón is. Nem értem, miért ezt a karaktert választották, bár három vérpontos, hatodik kiadású és mesterfokú proteánja van, ami így egész jó, egész fasza. Nekem egy kicsit nagyon indiai kinézetű lehet, ami egy Ravnos paklihoz teljesen jó volna, bár egy Gangrelhez, nem tudom, nem feltétlenül, de mondjuk a régi szabálykönyv szerint elég sok roma származású tagja van ennek a klánnak, és igazából nem is nagyon szerettek cigányokat beölelni vámpírként. Ezt a Ravnos klán szerette, és emiatt volt a Ravnos klánnal egy ilyen úgymond ilyen klán ellentét a Gangrelek és a Ravnosok között. Hát ez egy érdekesebb téma, de elég ilyen cigányos így a feje egy karakternek, vagy indiai, hát attól függ, hogy nézzük. Tehát mindenki döntse el maga. Joachim de Cadiz, nem tudom, hogyan kell kiejteni. Ez a karakter kurva jól néz ki. Standard alap fortitude és protean. Azért jó, hogy vannak, ezt szerettem a Gangrelekben, hogy még ilyen alapfokú disziplinákkal is elég ütősek tudnak lenni. Közel harcban, ugye a fortival preventál, proteánnal meg ütő az agrákat. És még a vérpont is egész faszal, meg rengeteg ilyen vérpont nélküli lap van így a Gangrelek között, vagy Gangreleknek. Így hát alacsony vérpontú vámpírok esetében sem probléma így a harc. Pláne nem úgy, hogy ilyen kis vérpontos vámpírralak egy ilyen nagyobb vérpontos öregebb karaktert is lazán szarrá lehet baszni. Camille. Ötös, ez is egy nagyon jó disziplína kiosztás. Aránylag alacsony vérpont, vérköltségből mesterfokú protánt, és még plusz egy bleedet is kapunk hozzá. És azért annyira nem rossz így gyakorlatilag a festmény se hozzá. Egy ismét nagyon szépen megfestett karakterről van szó. 6 vérpont plusz egy intercept, hogyha a bleed akcióra kerül a sor. Bár egy ilyen érdekességet megjegyzek, én nem tudom, hogy mire a faszomnak kell ez a... Na, megtaláld a fókuszt a geciláda. Bele, hogy kincsek így. Még rosszabb lett, mint volt. Úgy látom, hogy ez elhal. És nem értem, hogy még kell egy aránylag szép női karaktereket szőrös hónajjal megfesteni. Oké, hogy a Gangreleknek klán hátrányuk az, hogy mit is mondjak, ilyen állatiasabb, ilyen fenevadas megjelenésük van, tehát sokkal, tehát gyakorlatilag állati vonásokat örökölnek örjöngés után. Nem örökölnek, tehát gyakorlatilag a választott totem állatok után azt az állati vonást minden egyes őrjöngés után megkapják ezek a karakterek. De aránylag nézzük ezt a megfestett karaktert. Azért látjuk szép szedett szemöldök, szépen ápolt arc, minden tökéletes test,
Tehát egy karakter igényes arra, hogy az arca szét legyen, de a hónalja a szőrös marad, bazd meg. Nem tudom, mi a büdös faszomnak, de azért raktál be Gangrelnek, mert valaki ilyen hülyén festette meg, vagy hülye perverz aberrált buziságai, pontosabban szexuális vonzalma van az ilyen nők felé, bazd meg. Az már csak lehet, hogy csak az én agymenésem. Hétvérpontos, ráadásul anark váró, plusz a strength. Ez teljesen jó egyébként, már mondjuk hétvérpontnál lehetne az összes disziplína mesterfokú, de hát azért plusz a strength meg a bárói titulus az kárpótol minket, meg azért a rajz festmény se annyira rossz. Hangulatos, bírom az ilyen motoros csávó kinézetű vámpír karaktereket. Nathan Turner, anark, 4 vérpont, mesterfokú proteán. Ismét egy ilyen kis motoros festmény, nem motoros, hát mondjuk ilyen motoros karakter is lehetne kinézetre, vagy egy ilyen erdőjáró. A Gangrelhez teljesen illik ez az illusztráció. Na, nekem ez ilyen személyes kedvencem lett. Ruslan Fedorenko. Anar, 2 vérpont, alapfokú disziplína. Nem rossz egyébként. Hangulatos lett a festmény, egy olyan ilyen szerb vámpír télapó, bazd meg. Na, nézzük így a lapokat. Anarch Railroad. Unique Location. Egy Master Unique Location lap. Ezzel kezdődik a pakli. Backways. Ez nekem másfajta illusztrációval van meg. Azt hiszem még a Camarilla Gangrelekhez való volt, azt hiszem, de nem akarok hülyeséget mondani. Az illusztráció szép, és a téma, amit ad, az is nagyon faszal, bár 2 pult kell érte költenünk. Bear skin, medvebőr. Ez elég brutális. Bár úgy látom, hogy úgy lehet csak használni, hogy minimum 2 disziplína kéne hozzá. De azt nem tudom, hogy akkor lehet-e használni, ha tegyük fel, bár mondjuk hülyeséget mondtam, lehet. Mondjuk az egyik disziplinánk, mondjuk a proteán mesterfokú, ugyebár az a sarkára állított kocka, az a mesterfokú disziplina, a kocka pedig a alapfokú. Hogyha mondjuk olyan disziplináink vannak a vámpírral, például a koká, hogy az egyik mesterfokú, a másik alapfokú, ilyenkor elméletileg úgy kell, hogy eldönthetjük, hogy a disziplína alapfokát használjuk-e, és akkor úgy lehet használni ezt a lapot alapfokon, de mondjuk ha egyik disziplinának alapfokú, tehát kockára van fordítva, nem idén szívul meg azt mondtam, az a lényeg, hogy akkor is csak az alapfokút tudjuk használni elméletileg, de ez egész jó. Egyébként ezt a lapot még nem nagyon láttam, a Medvebőr című lap. Bocsánat, így azért egy kézbe tartom a kamerát. Igyekszem nem annyira remegtetni a képet. Bloodtól ebből rohadt sok van. Hát, aki ismeri a vámpírkártyát, az tudja, hogy ez egy kibaszottul gyakori lap. Ez minden pakliba ilyen, amúgy már tölteléknek berakják. Carrion Crows. Ez egy nagyon jó lap, bár nekem a nagyon-nagyon régi, hát a 15 évvel ezelőtti illusztrációja jobban tetszett. Bár ez se annyira vészes. És itt van a cicás lap. Ennek is a régebbi illusztrációja, amikor egy 2 egymáson hempergő macska volt rajzolva, az aranyosabb is volt. És mindig elnevezte cicás lapnak. Hát ugye a Nosferatu és Gangrel pakliba ez egy fontos dolog. Antappolja, azt hiszem, a vámpírt, vagy nem. Itt már nem Antapp van, már régi név volt Antapp. Itt az a név, hogy unlockolja. Érdekes, mert régebbi kiadásoknál Antapp volt, most én nem tudom, hogy ez most játék a szavakkal, vagy most már teljesen más jelent ez az egész. De azért mondom, hogy eléggé keményen belebarmoltak így az új szabályrendszerbe, meg így a szövegekbe is, hogy már nem tudom. De a mesterfokú
képességében legalább biztos vagyok, az ad egy interceptet, azt legalább tudjuk, hogy mire kell használni. Gloves of the Dead. Nagyon sok fajta ilyen lap lőtt ki, hogy Wolf Cleves, Gloves of the Dead, és alapvető részt, ha nézzünk, ugyanazt az egyik azt hiszem alapfokon adja az aggravitedet, mint például ez, a mesterfokon manőver, tehát a Wolf Cleves meg fordítva, hogy alapfokon manőver, és mesterfokon, lehet, hogy hülyeséget beszélek, de Wolf Cleves sajnos nincs ebbe a pakliba, de viszont annyira fasza volt, hogy ugyanúgy lehetett használni mind a kettőt. Tehát, hoggyha nagy isten direktelték a Claws of the Dead-et, tehát akkor elvétek már nem játszhatsz ki abba a körbe több ilyen lapot. De viszont, ha volt Wolf Cleves-ed, akkor ugyanúgy, bár akkor is el kellett költeni érte a vérköltséget a vámpír karakterről, akkor szintén tudtad folytatni a maradandó, azaz aggravated sebzéssel járó támadásodat. Na, aki szintén nem vámpír kártyás, az se tudja, mi a faszról beszélek, de legalább látják, hogy szépen van megfestve a kártya. Azt mondja, múltkor elfelejtettem mondani egyébként, ezt minden egyes ilyen kártya bemutatós témánál el szoktam mondani, hogy egy időben az az adott bolt, akitől rendelt, mániájuk volt a Yu-Gi-Oh-s dobozba kiküldeni bazd meg a vámpír kártyákat, és ezáltal egy ilyen kínos pillanatokat átélni a KLS futárral kapcsolatban, akkor fizetjük ki a csomagot, hogy itt van bazd meg egy majd 40-es faszkalap, bazd meg, múltkor még 30-as mondtam, na mindegy, inkább a közele vagyok a 40-hez, mint a 30-hoz, és az a lényeg, hogy nézd, bár hülye gyereket, bazd meg, a szarizé, a Yu-Gi-Oh kártyákkal játszik, bazd meg, ez a csicska geci, bazd meg. De mindig el kellett mondani nekem, bazd meg, nem mondom, ez csak szopat a bolt, mondom, nem az van benne. De hál' Istennek erről letettek, és normálisan csomagolt. Hát ezt lehetett is látni, hogy egy ilyen fóliázó, ilyen puki fóliás borítékba érkezett a két pakli. Aha, most nézzük ezt a dolgot. Kurvára nem tudom, mit tud ez a lap. Bazd meg. Mi veszítik a fókuszt ez a cigány geci, bazd meg. De nagyon beletappolok így a képre, így mert talán valami egy pillanatra. Na mindegy, ezt majd egyébként nagyon sok lapot át kell néznem. Havert megkérdezem, ő jobban vágja ezeket, meg nem beszélve arról, hogy egy kicsikét át Google fordítózom, meg lehet, hogy rá kéne néznem. Ez átbarmolt szabályrendszerre is, amit csináltak hozzá, már nem tudom, hogy fogok-e még ezzel. Majd Moxi, tényleg is szűkebb baráti körbe játszunk mi már ezekkel. De már úgy, mint régen, úgy már sajnos nem. Hát mondjuk kár érte, de mint említettem már, hogy a régebbi társaság nem volt valami korrekt, akikkel játszottam, tehát elég sok bosszúságot okoztak, de hát hogy geci módon játszottak, tehát úgy mondjuk mindig azt mondták, hogy ők nyerni jöttek le, tehát nem az, hogy egy jó ízű kártyázgassanak. Így a társakkal az általában egy nagy hátránya volt ennek a vámpír kártyának, nekem sose jött be az, hogy egy körbe leültünk, 4-5-en, és akkor abba játszottuk. És ugye volt az ilyen klikkesedett társaság volt, egy ilyen haveri társaság járt össze, volt egy-kettő olyan arc benne, aki, hogy mondjam nektek, tehát így közelebb barátságot ápolt a másik személlyel, és akkor így ezáltal ők mindig egybe dolgoztak, és így mindig ők nyerték meg a meccset. 90%-ban legalábbis mindig így volt. Volt ilyen 4-5% esély, hogy én nyertem, vagy esetleg egy ismerősöm, de aki nem tartozott ahhoz a klikbe, legalábbis mélyebb tartó barátsággal, vagy ismerettséggel, vagy haversággal, bárhogy is nevezzük ezt, annak igazából esélye se volt, hogy megnyerjen egy ilyen játékot, és ezáltal annak persze mindig jó volt, aki játszott, de aki esetleg mondom, nem annyira ismert ezt a társaságot, és úgy került bele ebbe a körbe, annak az szívhatta a véreres gecis faszt kőkeményenbe, mert sajnos elég gyakran előfordult, hogy akármilyen jó paklit is hozott, de mindig elvesztették, mert hát így összejátszanak, ketten-hárman így összefognak így az ember ellen, aztán is sok esélyed nincsen. De például a vámpírkártya versenyeken szintén ez szokott történni.
Tehát beültünk, hogy próbáltuk úgy, hogy a 60-ek próbáljanak összefogni, de hát összefosás lett belőle, az meg négy pesti faszokó mellé beültettek minket. A négy pesti, az meg addig meg nem állt, meg aztán valami szeleritis gangra volt nálam, tehát brutálisakat ütöttem, kurva jó pakli volt, bazd meg, de nem tudtam csinálni semmit, bazd meg, mert addig basztattak négyen, bazd meg, mi meg nem döglöttem, és utána szépen egymás között befelosztották. Gyakorlatilag elég korrupt geci módon, hogy kinyerjen. Ezt szépen elmagyaráztam mellett a pakli, emellett a lap mellett, pláne szóval nem is tudom, hogy mit tud. Deep Epology, vagy Ecology? Most elég kemény szófosásom van ennél a pakli bontogatós résznél, úgyhogy inkább csak váltok tovább most. Na, Deep Song, ez egy nagyon ritka lap, és nagyon fasz a lap, ebből emlékszem, elég sokat kerestek, még annól, amikor játszogattunk. Természetesen akkor gyakorlatilag, azt valaki pénzi akarta venni, elég kemény összegeket képesek voltak egymásról leakasztani az emberek. Egy személyes kedvencem már lett is ebbe a pakliba. Egy vérfarkas. Egy egész fasz a vérfarkas. Double dice. 3 life, 1 strength, viszont van egy bleed. Aha. Unlock phase. Nem tudom, ez... bocsánat. Minden körbe regenerálja magát, 3 élete van, és csak 2 vérpontból hozod le. Igazából ilyen kis karakternek jó, tudsz vele bleedelni, tudsz vele verekedni, bár ilyen sok értelme nincsen, max, hogyha mondjuk egy olyan vámpírral találkozik, mondjuk egy jó brudzsával, aki jó nagyot üt, akkor persze gyorsan lefűl nála a kávé. Earth Control, ez egy klasszikus, kibaszott régi lap. Egyébként régen nem került vérpontba, de egy picikét azért már így nerfelték így a témákat, és így vissza azért vették így a gangrelnek a brutalitását, így hát most már vérpontba kerül ez is. Ekoterrorist, ez egy kibaszott jó lap. Nekem csak igazából ez a harmadik. Harmadik? Na várjál. Ha igen, mert csak egy van benne. Hát durva lett volna, hogyha több ekoterrorista volt benne. Lett volna benne, ez gangrelekhez szinte kötelező, és kurva sokan keresték, emlékszem ezt a napot. És nagyon sokáig még nekem se volt, hugomnak a bakjának volt azt hiszem 2 darab neki. Hát persze azt is ki tudja, hogy milyen áron szerezte meg. Eye of the Wide. A vad szeme. Ez egy kibaszott jó karakter, kibaszott jó illusztrációval. Nagyon szép. Na, ajánlanám a Lovecraft képregény neki, hogy a szerkesztőinek a figyelmébe ezt is. Kb. Ilyesmiket kellene belerakni. A vámpír kártya azért többnyire azért jó illusztrációkkal készült mindig. Fém verekedős paklihoz kötelező, ez volt a brudzsában is. From of the Bat. Nem tudom, hogy ez most új lap-e vagy régi, de volt egy ilyen denevérrel kapcsolatos lap. Szintén proteán. Lehet, hogy ez az, de annak az illusztrációja mondjuk jobban tetszett. Már ez sem rossz. From of the Wolf. Azt hiszem ebből is volt régebben, vagy nem, ez hasonló. Nem akarok hülyeséget mondani. Nem, ilyen nem volt. Volt olyan farkassá átváltozós vámpírkártya, de ez nem az. Ez nem az, szintén kibaszott jó illusztráció készült hozzá. Az ilyeneket szeretem. Heaven Uncovered. Nem tudom, hogy mennyi van belőle, de az biztos, hogy ha verekedés koncepciót választunk, akkor 4 vagy 5 elfér egy pakliba. Hide and Strength. Nem tudom, jól ejtettem-e, valószínű nem. Ez nem valami erős fortis lap. Simán van ennél jobb is, nem értem, mi ezt a régi fos tették bele. Ráadásul ez még talán a régi illusztráció, azt hiszem. Murder of Crows. Na ez a Carrion Crows-nak egy ilyen elájosított változata. Tehát ezt rárakhatod a vámpír karakteredre, egy vérpontért, ugyanúgy szét lehet ütni őt is.
alapfokon egy élete, mesterfokon két élete van, viszont egy fix, egy air damage-et ad, tehát az közel távolra fixen kioszt egy sebet, pláne, hogyha még a Carrion Crow-t játszik le az ember, meg egy ilyen proteános strength lövelőt, simán ki lehet verni, bazd meg, három magrát, meg még vagy négyet, azért nem, két-három sebet így naturálba. Már akkor nagyon sok ilyen lapot kell kijátszani, mármint kombatlapot, mert mondjuk ez eláll, ez rajta marad a karakteren, egy akcióba kerül elmenni érte. És emlékszem, hogy amikor raktuk össze, akkor nagyon gyorsan kellett játszani, nagyon hatékonyan ki kellett bleedelni, vagy verni az ellenfelet, mert a verekedés pakliknak van egy nagy hátránya, hogy kibaszott túl gyorsan forog az ember keze tőle, és hogyha egy meghatározott számú paklival játszunk, mondjuk volt olyan eset, hogy 60 lappal, de volt olyan, hogy 90 lappal játszottunk, hát akkor egy verekedős pakli, mondjuk egy szerszámos láda paklival ellentétben, mint ami majd a Ventru lesz, majd ami majd pár egy-két videó múlva bemutatok, azzal ellentétben azért gyorsan el tud fogyni az ember keze. On the Cuivive. Minden paklival van belőle, bazd meg. Protection Racket. Vagy Racket, nem tudja faszom, hogy kell kiejteni. Intercept, lehetett, hogy csak anarchok használhatják. Titulussal rendelkező vámpírral szembe. Elképzelhető, de lehet, hogy szarul fordítottam, mert eléggé fosadék az angol tudásom. Drek, ez egy régi klasszikus lap, kipaszott túl jó. Régen azért nem volt annyira gyakori, tehát nem sokat lehetett szerezni, de lassacskán már minden alappakliba egyet vagy kettőt azért csak bele súvasztanak ebből is. Másik nagy kedvencem a Raven Spy. Ez is egy Jelly, Animal, egy life, alapfokon kettő life, mesterfokon. Ráteszed a karakteredre, egy vért levonsz róla, és egy permanens, állandóan használható interceptje lesz, kivéve, ha mondjuk úgy dönt így az adott ellenfél, hogy a Raven Spite veri szájba a játszó karakter helyett, tehát ez egy ilyen dolog, bár én amikor játszottam, sose emlékeztem volna, hogy a Raven Spy-okat vagy a Murder of Crows-okat elkezdték volna leveregetni így a vámpírkártyák, úgy nem foglalkoztak vele, bár sok kicsi sokra megy. Már nem tudom, mert úgy látom, ez nem unik. Jól látom, tehát lehet, hogy még egy Raven Spite rá lehet tenni, akkor már permanens két intercept is. Hát, ha rá van írva, hogy unik, akkor csak egy lehet rajta. Igen, hát mivel azért ez egy anark gangrelről van szó, nem nagyon csipázok, valószínűleg nem is nagyon fogok anark gangrellel játszani, hát a lapjaikat simán standardban fel fogom használni, esetleg egy kamarilla, vagy egy independent, vagy egy antitribu gangrel esetében, bár mondjuk ezt egy antitribuhoz nem tudom hozzátenni az ilyen klájerű lapot, mert az csak speciális, ez csak speciálisan vagy anark gangrel, elméletileg lehet, hogy kamarilla vagy independent gangrel is használhatja, mert nincs odaírva, hogy csak Ready Anarch. Ezt a lapot nem tudom, hogy mit tud, de mögött ott van egy Smiling Jack. Ezt így közben elhúzom. Na, a Smiling Jack, ő benne van a Bloodlines-ban. Ő az a karakter, amikor a játék elején adja nekünk a questet. Vigyori Jack, tehát a Bloodlines első részébe. Ővele kell megcsinálni így a tutorial módot. És egyszer-kétszer azért benne van így a mesébe, hát meg mondjuk a játék végén eléggé érdekes dolog derül ki róla, tehát azt nem spoilerezem le, aki ismeri a Bloodlines-t, azt tudom, hogy tudja, hogy miről beszélek. Ting! De ez nem a John Carpenter-es Ting, hanem elméletileg ez a vikinges Ting, ez a viking gyűlés. Tehát emlékszem, amikor live-oztunk, még vampír live-oztunk, a gangrelek gyakran csináltak ilyen ehhez hasonló gyűléseket. Így haverral játszottunk együtt, és gyakran megfordultunk ilyen rendezvényeken. Mármint vámpírkártyán belüli gangrel gyűléseken. És az a lényeg, hogy ez egy kibaszott jó lap. Ez egy kibaszott jó lap. Gyakorlatilag, ha nem interceptelik szét az akciót, akkor szinte, ha ügyesek vagyunk,
egy ilyen fiatalabb Gangrel karaktert. Ettu Gangra. Nem is fiatalabb, bocsánat, akár lehet egy idősebb Gangrel karaktert. Simán féláron vagy akár ingyen is ki tudunk hozni. Attól függ, hogy mennyien lappal rendelkezünk, de már látok már kapásból hármat a pakliba, és akkor így szépen így pakolgatjuk le. Persze ez is egy akció, lehet interceptelni, de az nekünk kurva jó, mert akkor konfrontációba keveredhetünk az ellenséges vámpírral, és akkor szétbaszhatjuk néhány agravétiddel a száját neki. Tényleg látszik, hogy Gangrel pakli, Gangrel paklinál mindig sokat pofázok, mert személyes kedvencről van szó, már valószínű ugyanez lesz a Ventru esetében is. És Hunting Ground, ez ugyanúgy használható volt annó még a Camarilla Gangrelek és az Independent Gangrelek esetében is. Ahogy látom, ez nem változott semmit, még a kép is ugyanaz maradt, bazd meg, le van szarva, de mondom, nekem ez az újított Gangrel logó, ez abszolút nem tetszik, nekem a régebbi sokkal jobban bejött, azt majd valószínű majd ide bevágom a sarokba, ha csak el nem felejtem. Nézzük már egy kicsikét meg ezt a hátsó részt is. Itt érdekes dolgokat találtam. Banu Hakim, ez itt a klánok. Ez gondolom, ezek olyan asszamiták elméletileg, akik beléptek a Camarillába, és iszlám tudatúak, ha minden igaz, ha bár most ezt nem tudom. Ez a minisztri, ezt a faszom se tudja, hogy micsoda. Viszont ami nem tetszik, hogy a Ventrúnak kicserélték a klán logóját, tehát pontosabban oda tettek még egy kardot is, egy ilyen X-szerű szar lett. Bár a Gangrelnek is belebasztak a logójába, meg a Malkaviannak is, ahogy látom, meg talán a Tremernek is egy kicsikét. Igen, itt vannak még ilyen érdekes dolgok. Hol van? Bloodsarkery. Blatszal, taumaturgiát átnevezték Blatszalkerinek, bazd meg. Mi a büdös faszomnak, geci? Az annyira nem csipázom, amikor így belebasznak, így bele rondítanak így a ezekbe a dolgokba. Na de mindegy. Ez volt így gyakorlatilag így a pakli bemutató. Egy kicsikét így elkalandozgattam megint az elején így a emlékekkel, meg így a szobában lévő kacatokkal. De köszi, hogy megnéztétek. Ez egy kicsikét hosszabbra, de valószínű érdekesebbre sikerült, mint az előző. Köszönöm, hogy itt voltatok, elköszönök, sziasztok!